Kohász Kupa vasárnapi döntőjében a vendégek szerezték a találkozó első gólját. Mint utóbb kiderült, ez volt az utolsó alkalom a mérkőzésen, amikor az orosz csapatnál volt az előny. A 10. perc végén még csak 5-4-re vezettek Máté Fiesztel tanítványai, ezt követően azonban kemény védekezéssel és lehengerlő támadójátékkal folyamatosan növelték előnyüket a hazaiak, így a félidőben magabiztos 15-10-es vezetéssel vonulhatott pihenőre együttesünk. A második játékrészben is folytatta lehengerlő játékát a hazai csapat. Ferlingék biztosan őrizték a 6-7 gólos előnyüket, így az utolsó percekben már a fiatalok is lehetőséget kaptak. A dunaújvárosiak végül 31-23-as sikert aratva szerezték meg a Kohász Kupa első helyét. Talán azt mondhatom, hogy amióta elkezdtük a felkészülést, ez volt a legjobb mérkőzésünk, ahol nagyon fegyelmezetten védekeztek a lányok, és támadásban is nagyon fegyelmezetten minden taktikai utasítást betartva megpróbálták ezeket gólokra váltani, és nagyon szép helyzeteket tudtak kialakítani, ha bár a gyakorláson volt a lényeg, de egy ilyen ellenféllel szemben nagyon sok szép dolgot sikerült megvalósítani a csapatnak. Ferling Bernadett, az együttes csapatkapitánya hangsúlyozta, a győzelem ellenére még vannak hibák, amiket a bajnokság kezdetéig javítani kell. Kijött a lépés, az biztos, de azért ez még egyelőre nem, nincsen mindig így. Még azért a tanuló fázisban vagyunk, hiába, hogy már elég közel a bajnoki rajt. Én azt hiszem, hogy a védekezés ma egészen jól csináltuk, tehát már nagyon kevés hibával, és ez bizonytalanította el az oroszokat. De azon is azért van még mit csiszolni, ugye új kapusunk is van, kettő is ráadásul, akivel azért össze kell szokni a védősornak, és a támadásban azért pedig ott meg aztán bőven van még mit javítani, de jó úton vagyunk. A 6-csapatos felkészülési tornát a DKKA együttese nyerte meg, második helyen az Vezda Zvenyigorod, a harmadik helyen a Podravka együttese végzett. A szakemberek szavazatai alapján a legjobb játékosnak járó elismerést az Vezda csapatának kiválósága Irina Antonova, a legjobb kapusnak járó díjat a DKK a hálóőre Trifa Ágnes érdemelte ki, míg a torna gólkirálynője végül a Podravka játékosa Krisztina Elez lett.